Hogy érzed magad ezen a mai eseményen itt az Rényiben? Izgatottan vártam, és reméltem, hogy jó lesz. De engem mindig is érdekelt kampány. Tavaly mi voltunk, mi nekünk kellett kampányolni, úgyhogy vártam. És a filmek hogy tetszettek? Tetszettek a filmek, hát különböző megoldásokat láttam, voltak jobbak és rosszabbak. Szerintem volt két jobb, és hát azok közül fog válaszolni a kettő közül. És a tegnapi táncokat összefoglalnád nekem néhány mondatban, légy szíves? Hát mindenki a témához megfelelő táncot választott, ha lehet így fogalmazni. Szerintem mindegyik igényes volt, itt is nehéz választás lesz, hogy végül ki fog nyerni. Nekem mind a három tetszett, tehát egyre tudok szavazni, hogy majd meglátom, melyikre szavazok. És aki jól tud mosolyogni, ma vattacukrot fogok adni. Azért jöttem. Szép jó napot, tanárnő! Szia, Gergő! Azt szeretném kérdezni, hogy hogy telik ez a nap? Remekül, a papuban ügyeltem az előbb, és a volt tanítványommal, Gergellyel futottam össze, úgyhogy beszélgetünk, mert ő is jött megnézni az Rényi napokat, úgyhogy remélem jól fogja magát érezni. Eddig az ajtót vigyáztuk, most körbejártuk a földszintet, most szerintem az emelet következik, állítólag van valami relaxációs szoba, igyekszünk mindent megnézni, a sort az udvaron nem el fogjuk kiállni, örülünk, hogy jó hangulat. Én tavaly érettségiztem, 5 évet lehúztam itt, még elég sok mindenkit ismerek. Nagyon jó volt itt lenni, a saját kampányomra is úgy emlékszem vissza, hogy egy jó élmény volt. Barátném osztálya is éppen kampányol, úgyhogy nekik is segítek. Jó, jó ez a közösség, jó ez a, jól működik itt a kampány szerintem, úgyhogy érdemes visszalátogatni. Jól érzem magamat, köszönöm szépen. Igaz, hogy végzős vagyok, de úgy érzem, hogy ez a 13. év rádöbbentett minket, hogy mennyi jó dolog vár még ránk, és hogy értékeljük a mostaniakat is, és szerintem ez jó dolog. Nekem nem lesz nehéz szavazni, mert én már tudom, hogy mire szeretnék szavazni. Amit hiányolok úgy az egész kampányból, az a kaja. Éhes vagy? Igen, egy picit. Sokkal több kaja volt tavaly is, meg tavaly előtt is, amikor mit csináltuk. Sokkal többen álltak például a villamos megállóban is, de végül is ennyi, ez csak egy kis dolog persze. Te már elvallaktál innen, és mégis visszajöttél. Miért? Azt a 4 év alatt, amit itt töltöttem, nagyon élveztem a kampányokat, szóval ezért visszalátogatok rájuk. Megnézem, hogy még megvan-e ugyanaz a hangulat, mint nálunk. És megvan? Most kezdődött, de eddig megvan. Aztán meglátjuk, mi lesz. Az előbb panaszkodtak a kajára, hogy kevés. Mi a véleményed, Dani? Mi még csak most jutottunk el az étkezésig, meg késtünk a filmnézéssel, de eddig még nem is fedeztem fel minden lehetőséget, így nem tudok erre most véleményt alkotni, de amit láttam eddig, az így egészen jó. És mennyire néztetek utána a programoknak? Mi az, ami nagyon szimpatikus? Hát igazából én annyira nem tájékozottam, de majd most a szünetekben meg, vagy itt a nap folyamán meglátom, hogy mi az, amit érdemes meglátogatni, de főként a kaják azok, amik szerintem a legfontosabbak. Tehát én régebben is az alapján döntöttem, hogy ahol úgy a legjobbakat tudtam enni, arra az osztályra szavaztam. Értem, és elég felkészültnek tartjátok az osztályokat, akik versenyeznek? Nem teljes mértékben, igen. Nem teljes mértékben, szerintem tudtak volna jobbat is, de egész jó, igen. A mai napon már azért fáradtan inkább, de a lelkesedés nem hagyott alá. Hétfőn mindenki lelkesebb volt, én azt vettem észre, a táncra mindenki nagyon izgatottan készült. Az volt ugye mindenünk, aztán most féltünk, hogy kész leszünk-e a díszlettel, de egyébként Lelkese, most már igen. Igazából az elsődleges cél az, hogy mindenki jól érezze magát. Én egyáltalán nem kampányolok olyan erősen a többi osztállyal, az osztályom ezzel egyetért. A cisekkel igenis jó kapcsolatot ápolunk, úgyhogy nyer, aki jobb. Ennyi. Már itt vagyunk 3 éve, és még mindig nem tudunk rájönni, hogy mi fogna meg egy rinyis diákot. Azt mondják sokan, hogy kevés a kaja nektek. Mi a véleményetek? Ez nem igaz, nem tudom, mi sokat ettünk, mert beálltunk a hotdogoshoz, aztán mi sorba álltunk, addig
kikértük a gíroszt, meg utána a gíroszra beálltunk a másik sorba. Hamburgeres ez igazából... Attól függ, hogy hogy eszel, mert például mi nagyon... Igazából lehetünk. Tudod, az erősebbi kutya marad életben. Tehát csak ennyi. Szóval, aki gyorsabb és hamarabb odaér, meg el tudja venni a másiktól, meg mi elintéztük, hogy legyen egy izény. Ennyi az egész. Tehát, hogy... Hozzáállás kérdése. Igen, várom a következő kérdést. Kell. És hogy érzitek magatokat? Nagyon jól! Halálra a legjobban! Igen. Milyen érzés kampányoló osztályként részt venni a mai rendezvényen? Nagyon jó érzés tölti el az embert, amikor kampányolhat, viszont egy nagy nyomás nehezedik az osztály minden egyes tagjára, mert nagy feladatokkal van ellátva ugye az osztály, be kell osztani ugye a dolgokat, hogy ki mit csinál a programokon. Ez lehet feszült is, de egyben egy örömteli nap is. A kedvencem, amelyik legmegnyitóbb szerintem, a Béseké, az angol terem. Az angol terem szerintem az a legmegnyitóbb. És ott mi van? Ugyanilyen pufok, jó zene, az én stílusomnak megfelelő zene szólat. Kedvesek az emberek, ott vannak kampányoló diákok is. Nem csak úgy, hogy bejövünk ide is, és nem látunk igazából embereket, akik csinálták a termet. Hiányzik, hogy kampányoljanak itt a saját osztályban. A kampány hangulat ebből a teremből speciál hiányzik szerintem. És akkor miért nem a Bések termébe mentél megpihenni, azon kívül, hogy ez volt legközelebb a táncteremhez? Meg szeretem volna nézni még egyszer utoljára az összes termet, mielőbb lecöveklek egy végleges pontban, ahol megvárom a szavazás időpontját. És te végzős diák vagy a Zrínyiben, milyen érzés volt bejönni az utolsó kampányra? Őszintén szólva nem fogtam fel. Nem is akarom még felfogni, élvezem, ameddig lehet. Mit adott neked a Zrínyi? A Zrínyi? A Zrínyi számomra 4 olyan évet adott, ami fantasztikus volt, rengeteg barátra lehettem. Tényleg itt találtam meg azokat a barátokat, akikkel mindmáig dolgok van. És tehát itt találtam meg azokat a barátokat, akikkel mindmáig lógok. Még tehát szakkörökön, például rajzszakörön is olyan embereket ismertem meg, akik például ide járnak, és ez egy közös nevező volt, például neki integettem az előbb, vagy ő integetett nekem az előbb. Leginkább, amit ki tudok emelni, barátok. Barátok és egy kis intelligencia, egy kis ütnivaló, amit úgy tudok használni az életben. Ennek a kampánynak szerintem mindig is az volt a lényege, hogy az osztályokat összehozza, a többi évfolyamot megismerjék egymást a gyerekek, és ezt nem úgy kell felfogni, mint egy verseny. Persze a győzelem a fontos, de mégis élvezni kell. És szerintem ezt néha elfelejtik az emberek. Nosztalgiával tekintek erre az eseményre. Tavaly 11-es osztályfőnökként mi is benne voltunk a sűrűjében, úgyhogy kicsit nosztalgikus érzésekkel, de kíváncsian várom az eseményeket. Mennyiben másabb érzés bejönni egy ilyen nap tanárként, mint egy bármelyik másik átlagos hétköznapon? Sokkal izgalmasabb, sokkal közelebb kerülhetünk a diákokhoz, kötetlenebb a hangulat, úgyhogy mi is nagyon várjuk ezeket az eseményeket, és kíváncsiak vagyunk mindig, hogy milyen újdonságokkal tudnak minket meglepni. Hogy érzed magad ezen a mai eseményen? Nagyon jól, csak azt sajnálom, hogy ez az utolsó. Ja igen, végzős diákként utolsó kampány is. Hogy érzed, hogy a ti kampányotokhoz képest jobb vagy rosszabb az idei? Vagy valahogy egy szinten van? Hát nem tudom, mert minden kampány más, ugye. Szóval nem tudom, hát a miénk jobb volt. Tiétek jobb volt. És sokan panaszkodtak a kajára, hogy nincs elég kaja. Te ezt hogy tapasztaltad meg? Hát én már most úgy tele vagyok, ettem kirosz, meg nagyon sok mindent tettem. Szerintem van elég kaja.
szerintem nagyon jól felkészültek, és biztos vagyok benne, hogy tehetségüknek és tudásoknak a legjobbát nyújtják nekünk. Honnan köszönhetem vendégünket? Szia, Robotka Adrián vagyok, a Pöldes Ferenc Gimnáziumból jöttem. És hogy ellátogattál hozzánk a mai napon? Én másfél évig jártam ide, a Zrínyi Róna Gimnáziumnak a angol két tannyára, és nagyon-nagyon szerettem, nagyon sokat köszönhetek a tagozatnak. Ti most 9-esek vagytok? Igen, akkor ez az első. Milyen érzés volt ma bejönni az iskolába? Hát így jó volt, hogy nem voltak rendesen megtartva órák, mindenhol van kaja, ez így tetszik. Reggel nekem már annyi energiám volt a buszon, hogy ezt nem lehet elmondani. Mert tudtam jól, hogy más lesz, hogy valami más fog válni. Nagyon nagy, hogy is mondjam, örömmel fogadtam a programokat, meg a egészet, hogy hogyan fogják feldíszíteni a termünket és a többi termet. Úgyhogy sokkal jobb, egy kicsit pozitívabb. Én egy pozitív ember vagyok, de most igazán nagyon pozitív volt, hogy bejöttem az iskolába. És nagyon jók a programok, mert most is ugye volt a C-osztálynak kint ez a tojásszörős, lisztdobálós dolog, és most is ugye van a papíron táncolós dolog, ami igazából tényleg fantasztikus, hogy milyen nyeremények vannak. Egyre inkább azt mutatni az iskola felé, hogy igazából ez nem egy harc, hanem arra van, hogy az évfolyamokat meg az osztályokat összehozza. Eljött az igazság pillanata, úgyhogy lehullott most már a lepel arról, hogy ennek a nagy versengésnek mi az eredménye. Hosszú ideig tartott a szavazatszámlálás, de itt van a kezemben az eredmény. Ugye három díj van, a diákigazgató díjon kívül először a díjakat mondom, a legjobb arculat, a legjobb tánc és a legjobb film kategória. Nézzük, hogy ebben ki mit ért el. A legjobb design kategóriában az első helyezés a 11. C-osztály. A legjobb tánc kategóriában a szavazatoknak a túlnyomó többségét a 11. C-osztályban. Magasan a legjobb eredmény, 291 szavazattal a 11. A-osztály. Hajdubogárkát a B-ből, és Molnár Marcit a C-ből, hogy jöjjenek fel ide mellém. És akkor lássuk az eredményt, melyikük nyerje ezt a kulcsot, ami az iskola jelképes, nem valódi, jelképes kulcsa ezen a bársony párnán. Úgyhogy ezt a díjat lehet elnyerni természetesen. Tehát akkor sorba mondanám, 32 szavazatot kapott a diákigazgató választáson a 10. B-osztály csapata.
31 szavazattal második helyet foglal el a 11. C-osztály. Thank you.